A karcagi hírmondó húsvéti nyereményjátékára több mint 30 megfejtés érkezett. A nyeremény egy nyuszi volt. A sorsoláson jelen volt kollégánk és egyben a felajánló Brehó Mónika és Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm az érdeklődőket innen a karcagi hírmondó szerkesztőségéből, hiszen ma egy érdekes sorsolásnak lehetnek tanúi, akik figyelemmel követik az élő adást, hiszen a karcagi hírmondó legutolsó számában egy keresztrejtvény jelent meg, amelynek a megfejtéseit ide a karcagi hírmondó szerkesztőségébe várták az újság munkatársai, szerkesztői. Több nagyon jó és helyes megfejtés érkezett erre a keresztrejtvényre. A szerencsések, akik sikeresen megfejtették, itt a bűvész kalapban vannak, hiszen egy érdekes sorsolás lesz. A mai nyeremény húsvétra való tekintettel egy nyuszi. A kalapba beleraktuk a nyuszit is, itt van a bűvész kalapban, természetesen nem ez a nyuszit kell majd átvenni, illetve ahogy a kollégák mondták, majd eljuttatják a nyertes részére, hiszen megvannak a címek is, hogy kik azok, akik helyesen megfejtették. A másik kalapban pedig akkor, ahogy egy bűvész szokta, bal kézzel megkeverem a listát, és akkor egy nyertest fogunk kihúzni, egy szerencsés nyertest. Én becsukom a szemem is, hogy ne lássam, és akkor a nyertes pedig Papp Próbert, akinek nagyon nagy szeretettel gratulálok ezúton is, és természetesen a hírmondó valamennyi munkatársának, valamennyi karcaginak, innen a karcagi hírmondó szerkesztőségéből kellemes húsvéti ünnepeket kívánok.